Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntelek itt a körünkben, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél így forgatás után is. Úgyhogy egy tapsot szerintem. Nagyon köszönöm, és én is jó estét kívánok. Nekünk már volt egy jó napunk ma a Ricsivel, meg a Zoltánnal forgattunk, mint az Őrültek. De mostan örülök, hogy itt vagyok. És főleg azért, mert volt szerencsém, hogy még az utolsó, nem tudom, 20 percet megnézem ebből a filmből, amit már régen elfelejtettem, hogy hogy nézett ki, mert nem tudom, mikor láttam utoljára. De és megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett a film. Jó, ugye minden megy, hang, kép, minden. Jó, rendben. Na, hát először egy picikét szeretném, hogyha visszatérnénk a kezdetekhez, tehát most még nem a filmről, hanem egy picit arról szeretnék beszélni, hogy hogy is indultál te még a főiskolán, tehát kik voltak az osztálytársaid, ismerhetünk-e valakit abból az osztályból, akikkel együtt jártál, és hogy vannak ilyen történetekről, ahogy a Gyuri bácsinál laktál egy időben, ő segített téged. Tehát egy picit beszélj erről a főiskolás időszakodról, hogy ez hogy volt. A legkedvencebb szakasza az életemnek a főiskola volt Magyarországon. És az az érdekes, hogy ott volt a legrosszabb korszak a Magyarországon a történelemben. A sztalinista idők alatt, szóval rettenetesek volt mindenki, mindenki panaszkodott, mindenki félt mindent, éjszaka elvitték az embereket, minden. És ez volt az időszak, ami nem tudom miért, de volt egy főiskola, ami valahogy az egy kis sziget volt ebben az őrültségben, ami volt. És mi 4 évig azt élveztük, hogy a legjobb tanárok, akik valaha lehettek a filmiparban, azok ott voltak a filmgyárban, dolgoztak, és miket tanítottak. Önzetlenül, nagyon kis fizetést kaptak, valószínűleg az is közrejátszott, de nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, hogy ilyen önzetlenül senki nem tanított, mint az a 6 operatőr, aki akkor Magyarországon létezett, a Badal Jancsitok, ez az Erben Pista bácsi, az Illés Gyuri bácsihoz, és a többiek. Valami isteni életünk volt, szegények voltunk, nagyon kis pénzt kaptunk, és de boldogok voltunk, mert tanultunk egy szakmát. És olyanoktól, akik tudták, hogy mi volt, és hogy kell csinálni. És így visszaemlék, ezek nagyon sok jó dolgom volt a világban azután, később, amikor megint tudtam tényleg Amerikában, hogy elkezdtem forgatni filmeket. De olyan jó idő az életemben nem volt, mint az a 4 év. És hát tudom, hogy nagyon sok tanuló van itt, ugye? És én is azt kívánom nektek, hogy olyan jó 4 évetek legyen, ahol lehet tanulni, és lehet valamire vinni az életbe, és olyat csináltok, amiben az embernek öröme lehet, mert filmeket készíteni az egy nagyon nagy valami, és én már elég üreg vagyok hozzá talán, de nem érzem a fáradtságot, amikor a filmet csinálom. Mikor hazamegyek, az egy más dolog, akkor bedülök az ágyba, és alszom 8 órát, de az, hogy az ember filmet csináljon, az egy boldog érzés, és ezt tudom mindenki ajánlani, hogy csináljátok végig, ne hagyjátok abba. Emlékszem, amikor átvetted az Oscar-díjat, ott ugye mindenki meg szokta köszönni a szüleinek, és nem tudom, a gyerekeinek, a családjának, és te ott az Illés Gyuri bácsinak is megköszönted, és nem is nagyon emlékszem arra, hogy valakitől hallottam volna, hogy ilyen ebben a szituációban, hogy a tanárján eszébe jutott volna egyáltalán, hogy ami nagyon szép, és gondolom, hogy picit több volt a kapcsolat közöttetek, mint egyszerű tanár-diák kapcsolat. Hát igen, ez egy különleges dolog volt egy olyan iskolában lenni, ahol több volt a tanár, mint a tanuló.
mert ugye még mint voltunk az utolsó évben négy tanuló volt, aki végzett, és volt legalább 8000 tanárunk. Szóval ilyen, sehol a világon ilyen nem volt, és szerintem ma sincsen. És ez teljesen egy álom volt tényleg. Akkor ugye a Laci, Kovács Lacival együtt egy osztályba jártatok, azt még nem mondtad el, hogy kikkel. Nem, én nagyon sok emberrel dolgokat tanultunk együtt, de szóval mondjuk a legközelebbi barátod az a Vagyoszki Tibor, aki ma is él. Sajnos már nem csinál filmeket, de ővele nagyon jóban voltunk. Hát együtt kellett ilyen kibúvókat csinálni ebbe a kommunista társadalomban, hogy kellett valaki, akivel be tudtuk beszélni dolgokat, és mi ismertük egymást, és tudtuk, hogy a Tibi sem, én sem nem lettem egy besugó. És a többieket nem gondoltunk arra, hogy ki mi, mert abban az időben nem tudta az ember, hogy ki volt az, aki mindig bejelentette a nagy fejeseknek, hogy ki micsoda és mi a... Nekem ugye másik bajom is volt, mert a származásom miatt, én egy burzsvá származású egyén voltam, és azt el kellett, hogy hallgassam. Mert ha bemondtam volna, hogy az anyámnak kocsmája van Szegeden, akkor már valószínűleg nem is lettem volna a főiskolába. De az volt a szerencség, hogy itt a mi főiskolánkon ilyen nem volt, mert majdnem mindenki, aki ottan dolgozott, az valamiképpen, nem tudom mi, az, ha kommunista tagok is voltak, ők nem voltak igazán azok, és mi erre rájöttünk hamarosan, úgyhogy mi nagyon-nagyon jó életünk volt ebben a szörnyű társadalomban tényleg. Na most, hogyha egyet tovább megyünk, és ugye az egy ismert történet, ahogy ti 56-ban kikerültetek Amerikában a Lacival kettesben, és utána még hosszú időn keresztül szorosan megmaradt ez a nagyon szoros barátság, emberi is, meg munka szempontjából is nagyon szoros kapcsolatban voltatok. És itt tulajdonképpen az egy, ugye ti úgy mentetek ki, hogy még a nyelvet sem beszéltétek. Nem. Hogy lehet, hát tulajdonképpen mennyi időbe telt, amíg el tudtatok indulni? Tehát, hogy telt ez az első pár év, és hogy indultatok el? Tehát mi volt az a módszer, ahogy valahogy mégiscsak be tudtatok törni ebbe a szakmai közegbe? Mi volt az, amit szerettek bennetek? Tehát, hogy aztán, amikor elindult, mi volt az új, amit ti hoztatok? A Lacival mi barátságban voltunk már a főiskolán, egy évvel alattam járt, és nagyon sokat, egy nagyon értelmes ember volt, aki ugyancsak jó operatőt akart lenni, és mi egymással találtunk még a főiskola alatt, mert még nekünk kellett mindig segítséget, amikor olyan filmjéken csináltuk, és a Laci mindig készen állt, hogy jöjjön a lámpázásba, és mindenben, szóval ott volt mindig. Szóval nem volt véletlen, hogy amikor a forradalom kitört, és elvesztettük a forradalmat 56-ba, hogy rátaláltunk egymásra, igen, és az utcán, és annyi kellett csak, hogy mondjam, hogy te Laci, jössz? Aztán jössz, hova megy? Tudod, hogy hova megy, tudod, hogy minden, hova megy mindenki. Igen, igen, én is megyek. És akkor összetalálkoztunk, és sok együtt is maradtunk az egész idő alatt, amikor nem tudom én, Sopronból gyalog kellett mennünk a határon keresztül. Attól kezdve 54 évig együtt voltunk majdnem a Los Angelesbe, és amikor kellettünk egymásnak, akkor mindig találkoztunk. És az első időkben nagyon jó volt az, hogy ugyanaz a szakmánk volt, és egymást segítettük. Mikor én kellett, hogy operatőr legyek, ő volt a fővilágosító, és fordítva. És egymásnak passzolgattuk azután az ilyen olcsó filmeknél a munkát, mert mindig kell egy segítség valaki, akivel elsősorban magyarul tudunk beszélgetni, amíg megtanultuk az angolt. Azt megtanultuk 10 év alatt körülbelül, vagy
soha nem tanultunk meg, és mégis tanulom, most is tanulom az angolt, szóval. Főleg akkor, amikor Magyarországra jövök, akkor magyarul kell beszélek, és akkor mindenki nem néz, amikor egy amerikai pacientnak magyarul beszélek, vagy fordítva, szóval ezek megvannak, ezek a problémák nyelvben. De mi túltettünk azzal, hogy ilyen olcsó munkákat vállaltunk. Az első időkben persze nem kerültünk filmhez egyáltalán. Az első 5 év az nem is éreztük a filmnek a szagát se, szóval nem tudtunk bejutni semmibe. Szóval gyerekeket fényképeztük, ha pénz kellett, vagy mit tudom én, mi az, hogy szereztük a pénzt. Olcsó munkákat vettük, minden, de soha nem felejtettük azt el, hogy gyakoroljuk azért a filmművészetet. És az volt az egyik, amikor kezdtünk jobban beszélni, akkor elmentünk például az egyetemekre, ahol a srácok, akik ott a filmszakmán voltak, kellett mindig segítség. És jött két magyar srác, a Nagy Iván, meg a Gárdonyi Feri, azok ott végeztek a UCLA-n, és nekik is kellett segítség. Aztán velük kezdtünk el dolgozni, ők ilyen komoly sereket csinálták már akkor, és aztán velük dolgoztunk egy ideig. Aztán kellett olyan filmeket csinálni, amiket nem tudom én, ilyen dokumentális filmeket, meg oktató filmeket, mert annak idején nagy szám volt Amerikában, hogy új oktató filmeket kellett csinálni, egy újfajta filmanyaggal, ami az Ektachrome Commercial volt, ami egy zseniális film volt, szóval 16 mm-ben, szóval azt fel lehetett nyomni 35-re, és szóval lassan kiépítettük azokat az embereket, akik úgy följöttek egyetemekről, vagy máshonnan, és egy ilyen olcsó budgetű filmeket akartak csinálni, és meghallották róla, a híra eljárt akkor már az ilyen embereknél, mint a Jerry Schatzberg, meg nem tudom, rengeteg olyan ember, akik ilyen kis filmeket csináltak, és a nevünket már ismerték, és minket kerestek, hogy segítsük ki őket. Kis pénzé csináltuk, de aztán arra is rájöttünk, hogy az ember jobban előre jusson, akkor azért olyan munkát kell szerezni, amik már így jobbak. És én elhatároztam, hogy veszek egy kamerát, és lámpákat, meg ilyesmiket, amikor már kezdtem keresni pénzt, hogy minden vonalon. És volt egy ilyen station wagonom, ami egy kocsi, aminek nagy hátusó tartály van, és az föl volt úgy szerelve, hogy azzal már lehetett filmet csinálni minden benne volt, csak a hang nem volt. A hang kellett, az egy más dolog volt. De ami az operatőrséghez kellett, az már minden megvolt. És már volt két derítólapunk is, nem tudom, 4 darab kis lámpánk, és olyanokat csináltunk, egy Ali 2B-t, és aztán később vettem egy ilyen blimpet, amiben be lehetett tenni a kamerát is, lehetett hangot is fölvenni. És aztán úgy kezdtük el adogatni magunkat, az operatőrségét és a műszerek, illetve hát a lámpák meg minden, és megszabtuk az árat, $100 egy napra. Ami akkor röhögtek rajtunk, mert amikor a többiek, amiket csináltak, és kellett bérelni dolgokat, mindent, azt nem tudták még $1000-ból se kihozni egy napra. Szóval mi megcsináltuk a lacival $100 egy nap. Aztán volt aztán annyi munkánk, hogy ez nem igaz. De aztán ez mondjuk az ember visszagondol, az első 5 év a szörnyű volt, mert olyan munkákat kellett csinálni, ami hát művészileg nulla volt. Teljesen nulla volt. Szóval aztán kellett a break, ugye kellett egy betörni a szakmába, hogy ez hogy sikerül. Hát igazán szerencsénk volt, ez az igazság. Olyan szerencsénk volt, hogy ez nem igaz, mert akkor jött, akkor volt ugye az új hullám Olaszországban. Aztán a francia, mi is volt a Nouvelle Vague, nem mondom, minek hívtuk a... Igen. A francia... Új hullám, igen. És mi... Tudtuk azt, hogy az európai filmek hogy készülnek, mert ott nőttünk fel. És az még Amerikában nem jött be.
Úgyhogy az könnyű volt már megtalálni olyan embereket, mint a Robert Altman, aki ő is egy ilyen kezdő rendező volt, vagy pedig a Péter Fonda, aki egy színész volt, és egy filmet akart rendezni, a Bérelt kezek címmel. És az, akkor jött az, amikor tényleg szerencség volt, mert mi megfogtuk ezeket az embereket, ezeket kellett egy jobbfajta filmet csinálni, egy művészi filmet akartak csinálni, jó szkripttel, és akkor kezdődött nekünk az út szerencsésebbé válni, amikor olyan filmeket kezdtem csinálni, mint nem tudom én a Robert Altmannak csináltam egy három filmet, és a Peter Fondában csináltam az első filmet, aztán jöttek a többiek. Hogyha egy filmet meg kéne nevezni, hogy te honnantól számítod azt, hogy elindult úgy tényleg ez a karriered Amerikában, akkor melyik lenne az? Itt tulajdonképpen egy kis film volt az, ami annak a címe az volt, hogy Prelude. Ez a John Astin volt egy színész, aki a saját kis filmét akarta megcsinálni, az életében volt egy kis példánk, mert neki volt egy ilyen házasság, ami nem jó sikerült, akkor már vagy már jó sikerült az elején, de elmúlt. És ő volt az, akinek volt ez a kis története, egy 35 perces filmet akart csinálni, és az volt az első ilyen 35 mm-es színes film, amit csináltunk. Erről egy ilyen szupermarketről, ahol a John Astin találkozik egy nővel, akinek ugyanaz a problémája, mint ő neki, és egy ilyen két óra alatt mondjuk megszeretik egymást, és a végén el kell válni. Egy nagyon kis történet volt, de nagyon érdekesen volt megcsinálva, nagyon kis pénzből, ugye, mert a szupermarket az ki volt már világítva gyönyörűen, kellett egy pár lámpát derítésre, meg ilyenekre. És olyan jóra sikerült ez a kis film, hogy az akadémiára benevezte, és bekapott nomination-t kapott. Nem nyerte meg, mert kiszóltak velünk, mert betették a mi filmünket egy dokumentális kategóriába, és szóval elcserélődött a dolog, és egy másik filmnek adták oda a tulajdonképpen a kis filmnek a deját, egy dokumentumfilmnek adták volna, máskülönben megnyerhettük volna, és akkor még hamarabb sikerült volna nekünk előre menni. De ez volt mondjuk az első olyan, ami tekintve, ha már egy filmben van nevezve az Akadémia Awardra, akkor már ezt játsszák a filmet az akadémiai tagoknak is, meg a producerek is felfigyelnek rád, és akkor megkapsz telefonokat, és akkor már ilyen jobb munkákkal kapod a telefonokat. Nem olyan, amit filérekbe csinálnak, és nem éri meg. De már oda eljutottunk, mondjuk, melyik volt az első film, ami ilyen volt, amit érdemes volt csinálni, az volt a Bérelt kezek a Péter Fondával, és az volt azt hiszem 70-ben, 69 vagy 70-ben. Ami azt jelenti, hogy ha megnézi az ember a kalendárt, az 14 év után történt, azután, hogy kimentünk Magyarországról, és nem jutott a kezünkbe olyan munka, amit itt Magyarországon csináltak annak idején. Szóval sok ideig gondolkoztam azon, hogy az első időkben, hogy én hülye voltam, hogy eljöttem Magyarországra, mert ott már én bent voltam a szakmában. Én voltam a hatos számú operatőr. Öten voltak előttem, és ha lett volna a hatodik film, az már nekem jött volna, és én meg elmegyek Magyarországra. De a problémám az volt, hogy mi belefolytunk a Lacival, meg többi operatőrökkel a filmezést a forradalom alatt, és mi tudtuk azt, hogy ebben nekünk bajunk lesz. És bajunk is lehetett volna, szóval nem akartuk ezt el akartuk kerülni, ezért mentünk ki Magyarországra, azzal a szándékkal, hogy majd visszajövünk, amíg vissza tudunk jönni.
Úgy éreztük, tudtuk azt, hogy ez a rendszer nem fog fönnállni sokáig. Persze nem tudtuk, hogy még utána fönnállt, vagy de hány évig? 56-tól 91-ig, ugye? Az elég sok idő. Szóval erre nem gondoltunk, mert ha hamarabb cserélődött volna a helyzet, akkor visszajöttünk volna ide. Mert 14 évig ürcöltünk azon, hogy egy jó filmet csináljunk. Na most, hogy szóba hoztad ezeket a rendezőket, akikkel elkezdtél dolgozni, aztán ez egy nagyon-nagyon attraktív listává vált, mert tényleg a nagy rendezőkkel dolgoztál. És arra lennék kíváncsi, hogy miután te látod azt is, hogy itt Magyarországon, meg így Európában hogy dolgozik együtt egy operatőr egy rendezővel, tehát hogy mi az operatőr szerepe, mennyire folyhat bele, mennyit bíznak rá, mekkora területe van, és hát pontosan tudod azt is, hogy Amerikában ez mennyiben különbözik, tehát ez az egyik dolog, amire nagyon kíváncsi lennék, hogy látod ebben a különbséget ezen a területen. Ez az elején tulajdonképpen, ez tekintve mi ifjabb rendezőkkel dolgoztak, akinek nem volt olyan sok gyakorlatuk, akkor lényegében majdnem, hogy a magyarországi rendszert használtuk, és a rendezők engedtek, megengedték azt, hogy mi nagyon belefoljunk. Szóval mi majdnem úgy dolgoztuk, mint ahogy Magyarországon mi elkezdtük, vagy vezettük be, ami nekik is jó volt, meg nekünk is jó volt, mert bele tudtunk szólni a dolgokba, hogy sőt, hagyták azt, hogy mi állítsuk be a kamerát, meg ilyenek az amerikai rendszerben, ez nem létezett akkor, mert elsősorban komplikáltabb volt a dolog, mert volt egy operatőr, volt egy kamerás, és volt egy asszisztens. Szóval ez másképpen működött, és sőt, még az angol rendszert is megjátszották Amerikában is, hogy a rendező csak az operatőrrel tárgyal, és nem a DP-vel. De ez nálunk az elején nem volt, mert csak nekünk, mi egy személybe csináltunk, még a kamerát is, szóval mi is kameráztunk, mert benne nem voltunk még benne a szövetkezetbe, a szakszervezetbe, vagyis a unionba. Valaki unionos volt, azt már nem tudta ezt csinálni, az operatőr. Szóval a kamerás operatőr az csak a kamerás volt, és a másik meg volt a DOP. És még azt mondjam még azt is, hogy szóval az első időkben nagyon sokat lehetett tanulni emiatt, mert mi tulajdonképpen elvégeztük a rendezvénynek a fele munkáját. Ami Magyarországon is nagyon jó, mert ez is, itt az rendszer is az van, hogy jó, úgy dolgoztak a rendezőkkel, hogy majdnem, hogy 50-50 alapon. És én szerintem az nagyon jó rendszer, és az angol rendszert azt utálom. Mert amikor dolgoztam például a Roland Jaffe-val, a Fat Man and Little Boy-ba, olyan dolgok fordultak elő, hogy oda mentem a rendező, és kérdeztem, hogy mi a következő snét. De azt mondta, megyek oda a Keygriphez, megmondja nekem, ő már csinálja a helyét a kamerának. Az a igen, jó, nagyon jó. Akkor mi vagyok én itten? Tényleg kérdezem, mi az Isten csinálok? Én meg kellett tanulnom azt, hogy segítsem, és nehéz volt, mert olyan konok volt, hogy mindent úgy akart csinálni, hogy ő akarta. Mondtam, jó. De volt egy olyan nap például, amikor nagyon nagy bajban voltak, hogy nem tudom én, hogy kellene megcsinálni a sétet, amikor egy pacák fölmászik a kerítésen, és lejön, nem tudták megtalálni. Aztán jól mentem hozzá, hát én ezt csinálnám, és rám nézett, ja, ez egy jó ötlet. Honnan is szemmel tudtad ezt? Nem jut arra rá, hogy mi többet tudunk, lényegében, mint amit ő gondol. Szóval ilyenek voltak.
nagyon sokszor, de szerencsére mondom, olyan rendezőkkel dolgoztam, akik elvárták tőlünk azt, hogy belesegítsünk a dolgba, és örömmel hagytak minket dolgozni. Csak azt magyarázatul szerettem volna, hogy mondani, hogy szóval úgy van, hogy a camera operatornek hívják azt, aki a kamerát effektív kezeli, és a DP, az a director of photography, aki a vezető, a fő operatőre a filmnek, de ebben a, hát az amerikai gyakorlatban, meg az angol gyakorlatban is, ő nem kezeli a kamerát, tehát ő világítással foglalkozik. És egyébként itt akkor ez egy remek alkalom, hogy bemutassam nektek a Zolit, aki Willivel hosszú évek óta dolgozik, mint kameraoperatőre. Azt szeretném kérdezni, hogy valaki esetleg kiszaladna egy pohár vízére a Willinek, hogyha biztos szüksége lesz. Köszönöm. Következő, igen, tehát hogy még visszatérve erre a rendező-operatőr viszonyra, hogy ugye én is részben tőled lestem el ezt, amit úgy láttam, hogy beválik, mint módszer ebben az amerikai szisztémában, hogy az ember egy ideig hagyja, hogy a rendező mondja, hogy innen, meg onnan, meg amonnan, és aztán egyszer csak olyan félinken mond egy jobb ötletet, mint amit ő mond, egy kicsit olyan csodálkozó szemekkel néznek az emberre, és akkor, de hát tényleg, az tényleg jobb, és akkor úgy oda kerül, köszönjük szépen, úgy oda kerül a kamera, aztán a második ötletnél is úgy beválik ez a dolog, és aztán már a harmadik naptól kezdve egyszer csak úgy kezd el működni a forgatás, mint hogyha Magyarországon forgatnánk. Szóval valahogy így az ember a partnerré tudja tenni magát egy idő után, nem? Valahogy így működik. Az igazság, hogy itt az Amerikában nekünk minden rendezőben másképpen kell, hogy forgassa, mikor rá kell arra jönni, hogy mi az, amit vár tőlem. És az a legfontosabb, hogy a barátságot is fönn tudjuk tartani, hogy ne próbáljunk átmenni az ő területére, mert akkor bajban, mert szóval nagyon sokszor úgy kell segíteni a rendezőt, hogy még ő se tudja azt, hogy én segítek. Úgyhogy nem lehet többet akarni csinálni, mint amit a rendező megenged magának. És nagyon-nagyon sok olyan rendező van, akivel nem szeretek dolgozni, aki annyira konok, hogy mindent úgy kell csinálni, hogy ő akarja. És a Spielberggel az első filmjét úgy csináltam, hogy tényleg 50-50 alapon, ilyen magyar szisztémában. Ez a aminek, Sugarland Express, igen. És utána én kihagytam a következő filmjét, mert nem szerettem a sztoriát, amiből 100 milliókat csinált a jazzzal. Én azt nekem ez a sztori az hülyeség volt, hát miért csináljam én azt? Szóval, de utána szerencsém volt, mert visszahozott engemet a Close Encounters of a Third Kind-ra, vagyis a harmadik típusú találkozásokra, ahol nagyon jó volt, mert újra együtt lehetett dolgozni, de akkor már rájöttem arra, hogy ő nagyon sokat tudott, úgyhogy már vissza kellett fogni magamat, mert már ő már jobban tudta, mint én. Hát én tőlem tanulta. Nem igaz ez egy hülyeségnek mondtam. Szóval azért mondom, hogy akkor megint másképp kellett, hogy viszonyuljak hozzá. Csak közbevetőleg akartam kérdezni, mert ismerem azt a történetet, amikor a világosítók oda-vissza repültek a szedbe, azt meséld be. Na jó, hát olyan hatalmas szettünk volt az utolsó 25 perc a filmnek, az így ilyen, ez majdnem ilyen fényjáték, szóval tényleg minden világítástól függ az, hogy mi hogy. És hát az egy low budget filmnek készült 3 évvel mielőtt mi csináltuk volna, aztán mindig növekedett, a jobb sztorit írt valaki, igen, és akkor jött egy jó színész, Richard Dreyfuss, és
a költségvetés az úgy kellett fölmenni magasabbra, amikor már nem tudom, 15 millió volt, akkor már csak az volt, hogy akkor csak már azon lehetett spórolni, hogy mennyi lámpát használ az ember. És engem bevittek ebbe a nagy warehouse-ba, ilyen raktárba, amit abban annak idején a léggömbökre csináltak, és ott építettek meg egy külső belsőt, ahol az utolsó 20 perc a filmnek megy, de elfelejtettek elég lámpát hozni be oda. Ez nem volt valami költségvetésbe. És engem nem vittek oda, hogy nézzem meg, és hogy mit szólok hozzá. Aztán én olvastam a könyvet, ugye, és én elképzeltem azt, hogy az hogy kell csinálni, és tudtam, hogy sok lámpa kell, hogy legyen. De azt én nem kérdezték tőlem. Bementünk a műtelmünkben, voltunk 3 hét után, külsőket csináltunk való Wyomingbe. Bementem és megnéztem, azért nem láttam lámpát sehol, csak ilyen betettek 4 sarokba ilyen lámpákat, amit a baseball stádiumokban használnak. És azt kérdeztem tőlük is, és hol vannak a lámpák a világításra, szóval milyen világításra. Hát be vagyunk világítva. És akkor jutott eszembe, hogy egy évvel előtte mévittek egy ilyen baseball stádiumra egy fénymérővel, hogy le kellett, hogy mérjem, hogy mennyi fény volt ott. És rájöttek arra, hogy 2-5-tel vagy 2-8-tel lehet forgatni, kicsi hozzá kell adni, és akkor már lehet filmet csinálni. Ugyanaz a helyzet volt akkor nekem abban, mint amikor ma valaki egy digitális filmet csinál, digitálban, de a producerek azt hiszik, hogy minden, most már lehet forgatni, már be vagyunk világítva. Ez volt. És akkor szerencsére volt ott a production designer, aki egy zseni volt, aki dolgozott a Kubrickkal, a 2001. És hát gyorsan megbarátkoztunk egymással, és ő tudta, hogy én miről beszélek, amikor azt mondtam, hogy nekünk több lámpa kell. Hát tudta az, hogy ez utolsó része, az egy egészen különleges rész, és aznak nagyon jónak kell lennie. És akkor megmondtam a producereknek, amikor megmondtam, hogy amikor kérdezték, hogy mi az, hogy lámpák, mi lámpa kell. Nem mondtam nekik, hát kezdetnek hozzanak 10 darab 10 000-est, akkor még nem volt 20 000-es, 10 000-es, talán még az sem volt, de mondom 10 darab abból, kellenek HMI-ok is, ugye, a fémhalogének, és abból mennyi kell, mondom, hát kell legalább 8 vagy 10 darab abból, de ez még mindig, ez gyerekjáték volt, mert ahhoz ez semmi nem volt ahhoz. Azt nem is gondolták azt, hogy pár hét után ez az egész ötszörösére nőtt. Mert ők is rájöttek arra, hogy igen, ezt meg kell csinálni, úgy, ahogy a Doug Trumbull, meg a Vilmos akarja csinálni. De hát ez volt a történeti basic le arra. De aztán annyira megharagudtak már a producerek rám, amikor már költségvetés úgy fölment, hogy már nem szeretek engemet. És akkor jöttek olyanok, hogy volt valakinek, nem tudom kinek, hogy el akartak engem zavarni onnan, érted? És keresték mindenhol, hogy kijöjjön, hogy fölváltson engemet. Aztán nem találtak senkit se. Volt egy magyar, azt is fölhívta, magyar operatőr, és nem emlékszem a nevét hirtelen, aki éppen a Kanadában volt, azt hiszem, az László. Milyen László? Ernest László. Annak mondták, hogy jöjjenek kisegíteni őket, mert baj van, kellene egy operatőt lecserélni, mert és azt mondta, hogy hülyék vagytok, én itt hagyom az olimpiát egy filmmel. Inkább ez volt a szerencsém, hogy senki nem akarta átvenni a filmet. Mert azt mondták, hogy ha Vilmos nem tudja csinálni, akkor ők se tudják. De nagyon, hogy mondjam, nagyon kedvesek voltak, tehát igen, mindenki
Lényegében az ASC-ben az volt az igazság, hogy abban az időben az ugye nagy barátság volt, és ilyesmi előfordult, hogy valakit el akarta küldeni, az rendszerint nem az operatőr volt hibája, mert a rendező idet, a rendezőt azt nem lehet leváltani. Az operatőt azt könnyen le lehet váltani, aztán mi bajuk lesz belevalva, nem törődnek. Na és hogy lett ebből aztán az, hogy a világosítók jöttek, mentek a képről? Ó, az úgy, hogy a vége jelenethez annyi lámpa égett, és olyan meleg volt lent, nem, hogy is voltunk mi, Georgiában valahol. És olyan meleg volt, hogy mindenki izzadnak, föl kellett lámpákat tenni. Voltak hidalások voltak, de azok már ott voltak. De az volt, hogy nem bírták ki ezt a hőséget, nem volt légkondíció. Ilyen nem volt annak idején sehol. És azok az emberek, akik fönn dolgoztak, azok egy vagy két nap után lejöttek, és elmentek haza. Nem tudták elvédni. És akkor mindig kellett küldeni új embereket repülőgépen, és az volt mindig a hiedelem, hogy azt mondták azt, hogy több világosító volt a levegőben a repülőgépeken, mint ami szeten volt. Jó, ez jó történet. Szóval nem voltak boldogok a végén, teljesen a még egy humorisat dolgok, az a könyvben mennem van valahol, azt el lehet olvasni, hogy azt mondta az egyik, azt hiszem, valaki azt mondta, hogy annyi ember akart engemet onnan eltávolítani, érted, hogy még a fővilágosító is ezzel akart engem ezt küldeni. Az nem volt szép tőle. Még a rendezőkre visszatérve azt szerettem volna kérdezni, hogy mi az, ami fordítva volt, tehát, hogy amit viszont te tanultál némelyik rendezőtől, mert nyilván mindegyik azért nagyon máshogy dolgozott, és hát azért a Scorsese, a Cimino, a De Palma, tényleg itt nagyon sok név van, és hogy kitől mit sikerült megtanulnod? Ez a legelső alkalommal tulajdonképpen a Robert Altmannak a filmjében volt az, hogy mi is a címe? Altman filmjében. Az Images, vagy a... Nem, az első film. McCabe and Mrs. Miller. McCabe and Mrs. Miller. Onnan sokat tanultam, mert az Altman imádta a zoom lencsét használni. És én nem voltam annyira zoomos, szóval Magyarországon se nagyon szerettük, persze nem is volt zoom, az az igazság. De tényleg, szóval nem volt gyakorlatom a zoomban való forgatáshoz. De a Robert Altman olyan ügyes volt ebben, ő már nem tudom én, a televíziós filmeket, amit előtte csinált, ő már használta a zoomot, és főleg úgy használta, hogy soha nem a zoomot magát, hanem mindig összekötötte egy sinnel. És akkor, amikor az ember egy sinnel megy, és a zoommal megy együtt, azt a zoomot teljesen elrejtett, hogy nem is látszik, hogy zoomozol. És ő ebben nagyon-nagyon ügyes volt. És azt ő tele tanulta meg a McCabe-ben Mrs. Miller alatt, mert mindjárt az első naptól kezdve csak a zoomot használtuk mindenbe. És az is, hogy az ember a zoomot használja, akkor időt is nyer, vagy sokszor. Mert annak idején, hogy amikor felépítünk egy dalitrakot, és ha nem használsz zoomot, és valahogy véletlenül a dalitrak nem úgy sikerült, hogy kellett volna, mert akkor azt le kell mondani, újra kell építeni, és az idővesztés. Viszont a zoomot csinálod, mindent ki tudsz korrigálni vele. És én imádom azt is, hogy magam csinálom a zoomot. Mert ez olyan dolog, hogy az ember rájön arra, hogy mit lehet a zoom lencsével csinálni, mindent ki tudsz korrigálni, mi a
forgatsz menet közben, érted? És ha látsz valami érdekes jelentet, például még a színész látod, annyira belement a dolgokba, akkor nem saját magad minden kérdezés nélkül nem kellett, hogy a rendező szóljon, hanem szépen lassan bezumoltál hozzá, hogy erősítsed azt a jelenetet, amit nem gondoltunk arra, hogy az ilyen érdekes lesz. Szóval sok előnye van annak. Szóval őtől ezt tanultam. A Brian De Palmától nagyon sokat tanultam, mert ő volt az, aki minden dolgot ki tud találni, új dolgot kitalálni, hogy mit csináljon. Például ő az, majdnem minden filmjében van egy olyan jelenet, amit 360 fokba kell fölvenni. Az direkt, az csak a Brian De Palma csinálja szerintem, és ma is, és arra el lesz készülve, hogyha vele dolgozol, akkor ott lesz legalább ilyen. De például az a film, amit együtt csináltunk vele, ennek van egy 5 perces Steadicam film. Autóval bementek a szállodából. Igen, az a Bonfire of the Vanities. Az zseniális volt az, hogy ő megtervezte azt az egész 5 perces snittet, az utcáról kezdődik, egy autóval kiszáll az autóba Bruce Willis, és aztán bejutatik egy ilyen kis kocsival, elektromos kis kocsival, és akkor elmennek, nem tudom én, az elevatorhez, az lifthez, és ottan fölmegy, és a Steadicam követi őt föl, és közben mindenhol történik valami. Az 5 perc alatt az ember elmondott be, hogy ez egy jó rendező, mit tud csinálni semmiből. És ez mindig megvan, és én szeretek dolgozni olyan rendezők, akik tényleg vizuálisak, és az ő filmjei tényleg a vizualitásokkal megy, és szerintem minden filmnek az kell, hogy legyen, hogy vizuális legyen, mert ahhoz, hogy az ember nem tudom én minden, hogy mondjam, ilyen beszélő fejeket csináljon, vagy olyan script legyen benne, ami csak a dialógusra épül, azt szerintem nem tudom, miért csinálják az filmre, csinálják rádió műsorra, vagy legrosszabb esetben tévébe. De ne filmnek, könyörgöm, mert annak ide azt mondja, hogy a film az drága. Most már nem drága, mert digitális. Most még rosszabb helyzetben vagyunk, még a filmben se kell fizetni. Szóval megvannak ezek a problémák, hogy nagyon sok filmet nem volna szabad elkészíteni, tényleg. Nem tudom, miért csinálják. És mi más rendező? Más rendező is beszéljünk. Hát ez a film, amit itt láttunk ma, az a Jerry Schatzberg, ővel is szerettem dolgozni, mert egy stílfotográfus volt annak idején, és onnan jött filmrendezővé, és így vizualitásban nagyon megértettük egymást, hogy neki is volt sok ötlete. Minden, szóval együtt dolgoztunk olyan 50-50 alapon, és tehát mondjuk a Jerry, akkor kit hívja, John Borman, isteni rendező, angol, attól nagyon sokat tanultam. Attól emberileg tanultam sokat tőle, mert az ember eljutott, mondtam, 4-5 film után, hogy kezdett egy kicsit ilyen nagy fejem lenni, és egyszer ki akarta belni a balhét valami nem tetszett nekem. És ő neki nem tetszett, hogy én ilyeneket mondok. És odajött hozzám, és tényleg mérges volt, és azt mondta, ide figyelj. Hát még egyszer ilyet csinálsz? Kivette a kezemből a Zaliflexet. Azt mondja, még egyszer ilyet csinálsz? Én úgy odabágom ezt a Zaliflexet hozzá, hogy nem ismersz magadra. Hoppá! Ez volt az első olyan eset, amikor én kaptam egy ilyen pofonvágást tőle, hogy ő a rendező, én csak operatőr vagyok, és ilyeneket nem szabad, hogy csináljál. És ez mindig eszembe volt azután. Úgy alakult az, hogy igen, a rendezővel kell tudni bánni. Vannak módszerek, hogy
ügyesen, trükkösen bánja vele, de nem hangosan, és nem úgy, hogy a többiek a szedlen lássák. Értemben, hogy ez egy rendezővel elkezdesz vitatkozni a szerten, és azt akarod mutatni, hogy te többet tudsz, mint ő, az nagy baj. És azt nem lehet csinálni. Amerikában legjobban is ez nem is próbálod megcsinálni, mert annak semmi értelme. Igen, de ez még nálunk is olyan dolog, amire vigyázni szoktunk, hogy a stáb előtt, tehát a nagy stáb előtt, hogyha valami egyetnemértés vagy konfliktus van, akkor azt nem a nyilvánosság előtt szoktuk megbeszélni, mert akkor félre lehet vonulni, és ott, tehát az nem jó, hogyha ez egy plénum előtt zajlik, hogyha valami. Igen. Na most... Hát kihattunk egy csomó filmet, de hát nem lehet minden filmről beszélni, mert az szerintem egy napig elmenne, mert csináltam körülbelül 50 filmet, amit filmnek számítok. Csináltam még 20-at, ami nem számít filmnek. De szóval az 50 filmben van legalább olyan, amit mondjuk 10 az, amit szeretek. És ezek közé tartozik a filmet, amit Michael Cimino-val csináltam, aki nagyon jó rendező, vele csináltam a Szarvasvadászt, és Hemenszkétet, Mennyország kapuját. És őtőle sokat tanultam, hogy a fölkészültségbe ment. Ő teljesen föl van készülve minden jelenetre, és tudja, hogy mit csinál. Szóval ez az igazság, hogy én respektálom azokat a rendezőket, akik megcsinálják a házi feladatokat, és ők igazán rendeznek, és tényleg az ember azt követi, amiket ő mond, és hozzá tudsz adni hozzá, mert ugyanakkor nyílt, és mindenféle ötletet azt lehet adni neki, és fel is veszi őket nagyon sokszor. Na most, hogyha elérünk ehhez a madár ijesztőhöz, itt egy-két dolgot szerettem volna kérdezni, de itt most majd ti is kérdezettek a filmmel kapcsolatban. Tehát egyrészt azt, hogy amikor nekikezdtetek a filmnek, akkor mi volt az előzetes koncepció, és hogy ahhoz képest mit sikerült megvalósítani, amit eredetileg szerettetek volna? Itt az igazság az, hogy ez egy ilyen utazófilm volt. Mert elkezdtük forgatni Kaliforniába, aztán elmentünk Denverből fölmentünk Detroitba, és ott fejeztük be a filmet. Az igazság az, hogy én nem készültem fel arra egyáltalán, hogy mi lesz, mert ez egy olyan film volt, amit útba csináltuk. Szóval nem is volt sok location scout, szóval helyszínterepszemle minimális volt, és csak úgy utaztunk, megálltunk, fölvettünk egy jelenetet, aztán elmentünk tovább, másik városba, másik útszakaszba. Szóval ez majdnem ilyen dokumentális stílusba készült, amihez szerintem nem volt semmiféle világítási plattunk, vagy mit mondjam, mi az a platt? Terv, igen. Szóval nem volt. De mindenhol megálltunk. És azt jelenti, hogy nem is volt teljesen pontos forgatókönyv, hanem csak így bizonyos jelenetekről egy ötlet volt, hogy itt erről lehetne egy jelenet, és akkor ez egy improvizáció volt? A jelentek meg voltak írva, szóval az maga az ötlet az megvolt, sőt, forgatókönyv is megvolt, csak nem volt leírva az, hogy mit, hogyan és mit. És nem tudtunk fölkészülni arra így mondjuk equipmentbe is, szóval felszerelésbe. De szerencsére annak idején volt ez az ötlete egy volt kameramennek, a Fuad Sainnak, aki megcsinálta ezt a színemobil dolgot, ami abból állt, hogy ilyen busz volt,
ami igen, két, egy emeletes busz, aminek az alján volt a főszerelés, és minden, ami kell benne volt, és ami nem volt ott, azt nem használtuk. És a fönt pedig a színészek mentek, vagy a statiszták, vagy nem tudom. De az egész érdekes volt, mert nem tudom, láttatok itt a végén egy névsort, hogy mennyien voltak benne. Az igazság az, de nem, volt kb. 30 ember. És mi 8 emberre mentünk. De olyan volt tényleg, hogy fantasztikus volt, operatőr, asszisztens. Én operáltam, nem volt operatőr. Gaffer, egy fővilágosító, és egy ember. Kigrip, bűnés, ő és egy ember. És aztán volt egy ember, aki mindent csinált. Az volt a prop guy. Nem tudom, hogy meg kellékes. Azt csinált mindent, ami ruhát, meg mindent, amit nem tudom hányan csinálnak érted. És a végén nem tudom hányan megkapott kreditet, nem tudom miért. Azt tudom, hogy mi kb. 8 vagy 10 emberre csináltuk végig a filmet. És olyan volt, hogy még a sofőrök is beszálltak, amikor volt egy éjszakai világítás, ami Amerikában az nem létezik, hogy így átmenjenek egyik munkakörből a másikra. A sofőrök megfogták és kábeleztek, mindenki mindent csinált. És olyan volt, mint egy home movie tulajdonképpen. És ez lett belőle. És tűnik, pontosan. Három héten hamar fejeztük a forgatást, mint ami tervező volt. Vagy úgy tűnik, hogy nagyon sok színészi improvizációs van benne. Oh, yes. Hogy az yeah. Hogy gyakorlatilag hogy forgattatok, hogy nem is nagyon csináltatok próbát, a hagyományos, nem csináltatok ilyen jeleket, meg nem volt ilyen merev szabály, hogy akkor mit fog pontosan csinálni a jelenetben. De, tehát azért kellett próbákat csinálni, de nem aznap. Szóval nem volt előírva előtte, hogy mi volt. És ez persze nagyon sok rendező volt ilyen annak akkoriban, főleg ez az újabb generáció, ami az amerikai új hullámnak nevezzük azt. A Robert Altman az az például, mi soha nem tudtam az előző nap, hogy mit csinálunk másnap. Szóval, de az, hogy jeleket, meg mindaz természetes kell, de nem azért tulajdonképpen, hogy a színész belelépjen, hanem azért, hogy az asszisztens lássa azt, hogy hol van a fókusz. Igen. Hogy mihez képest nem áll a jelbe. Ja. És használtatok itt két kamerát is? Mert nem. Tehát ezek a több plánba felvesz, ezek többször, hogy nekifutás volt, hogy több tény. Ja. Ebben a filmben például világították külsőben, vagy csak vagyok nem emlékszem? Nem. Én nem emlékszem, hogy csináltuk volna valami mindent, de szerencsére olyan borús idő volt majdnem mindenhol, és hát majdnem ilyen angliai stílusban csináltuk, ahol nem süt a nap, és minden ilyen borongós, és az volt, tényleg nem is emlékszem arra, hogy volt-e napsugáros. Volt egy-kettő, de főleg ilyen borús időben készült valami. Belsőben viszont világítottunk, de nem sokat. Nagyon egyszerűen világítottunk, és most így, hogy elnéztem ezt a filmet, én nem tudom, hogy ma meg tudnám-e csinálni ezt így. Mert tényleg az erőssége ennek a filmnek, hogy nem látszik a technika benne. Szóval minden kompozícióban rendben van, de világításban nem különös, és dokumentális stílusban van csinálva, és megállja a helyét, mert a sztori az jó, és a színészek jó. Szóval itt nem volt tényleg olyan, mint mondjuk a Spielbergnek a filmjében, ami minden elő van készítve, és nem tudom én, mennyi lámpát kell használni, mert nagy helyszínek vannak. Tudsz mondani olyat a filmből, amire különösen büszke vagy, és olyat, amire úgy érzed, hogy nem sikerült annyira? Hát amire büszke vagyok, az a
szarvasvadász. De most ebbe a madárjesztőbe. Hogy? Hogy a madárjesztőbe van-e olyan jelenet, hogy valami olyan? Hát tekintve, hogy most nem láttam a filmet utoljára, de ez a jelenet például, amit még már láttam ezt, amikor a striptease csinálja, az valami zseniális volt. Hullára rögtük magunkat, amikor csináltuk. Ezt tényleg csak egyszer vettük fel azt. Egyszer improvizálva volt az egész. Nem volt lepróbálva minden, csak vettem a kamerában, ahol ő ment, hosszú zoomlencsével, néha bementem, néha kimentem. Improvizálva volt az egész. De mondjuk az a jelenet a végén, az is egy nagyon szép jelenet, amikor megőrül, az a Pacino. Azt egyébként kétszer kellett fölvennünk, mert egyszer fölvettük, és a Pacinának nem tetszett saját magának, amit csinált. És akkor másnap újra elmentünk, és fölvettük úgy, ahogy akkor volt ideje gondolkozni rajta, a rendezővel együtt kitalálni. És mert nem, az volt a probléma, hogy előtte túl örültnek látszott. És a második alkalommal, akkor már valahogy ezt meg tudta oldani, az, hogy ilyen szimpatikusabb legyen az egész. Ja. Csak azért nézek rátok, mert hogy van-e valami olyan, ami most ebben a témakörben így bennetek van kérdés? Semmi kérdés? Van, igen. Oh. Oké, hölgye ki az elsőbbség. Melyik okozott nagyobb örömet, a nagy költségvetésű, nagy szettes filmforgatás? Vagy ami ugyan diszkrétebb körülményekkel volt megáldva, de családiasak. Én imádom a low budget filmeket, mert ottan valahogy úgy érzem, hogy te magad vagy az úr, és rendező sokat hallgat rád, mert muszáj neki, máskülönben nem tudod megcsinálni, annyi pénz van, mennyi nincsen nekik. Szóval drága filmeket nem szeretek csinálni, mert az minden az organizáció az nem olyan jó, mint ami egy kis filmeknél van. Mert például a helyszíneket úgy alapítják meg, hogy mi a legkevesebb költség, és nem úgy, hogy mikor van a legjobb napfény kint. És a low budget filmnél valahogy ezt mi megoldjuk, hogy mindent olyankor forgassunk, amikor a legjobb a nap szempontjából, és megértik azt, hogy abból sok pénzt lehet spórolni, mert minden gyorsabban megy, és jobban megy, és jobb lesz a film. Szóval a harmadik típusú találkozásra, ha visszagondolok, az nem volt egy nagy öröm csinálni, mert sok volt a probléma. Nem beszélve arra, amik el akartak bocsájtani, amiatt, hogy sok lámpát használtunk, ami hülyeség volt. De nem volt öröm. Az egyetlen öröm abban a filmben volt az, hogy a francia Truffaut, aki játszott egy szerepet, az volt az egyetlen igazi jó ember az egész filmen, akivel lehetett beszélgetni és elmenni vacsorázni. És ő volt az egyetlen, aki egy nagy partit csinált, mert mindenki annyira fáradt volt, annyira el voltak ezzel a hőségtől meg mindentől, senki nem csinált partit. A Truffaut a saját pénzéből, amit kapott, csinált egy nagy partit. Ilyen záróból? Nem záróból, a film közepén, mert de ő látta azt, hogy mindenkinek kellene, föl kell az embereket venni ebből a... És arra emlékszem, tényleg ez volt az egyetlen parti, ami volt. A rendező nem csinált, a producer nem csinált, többi szín ezt nem csinált. Ez volt az egyetlen jó napunk, amikor ott voltunk. Máté? Hogy például azt a striptizes jelenetet mennyi ideig tartott bevilágítani, meg hogyan nézett? Meged? A striptizes, csinhekmenes striptizt, hogy mennyi ideig tartott bevilágítani, és hogy megcsinált? Én nem emlékszem, hogy azt mi azt világítottuk. Mert nem tudom, én ez naturálisan volt jelve. Lehet, hogy egy-két lámpát valóban betettem, nem emlékszem arra, hogy sok világítást használtunk volna. Azt
Már akkor én flash-oltam a filmet annak idején, amit én Robert Altmannal együtt csináltunk, a Mekében Mrs. Millerni, és az sokat segített, hogy lehetett Available Light-ba forgatni, mert érzékenyítették a filmet. És szóval nem technikai, az azért jó, mert úgy néz ki, hogy nincsen világítva. És akkor még persze nem voltak nagyon érzékeny anyagok, mert szerintem olyan 21D-nél nem lehetett az érzékeny anyagban. Nem, de valahogy ez... Lehet, hogy high speed lens, nem, mert a zoomot használtatok meg, igen. Voltak itt teleobjektívek is. De az, amit csináltok, ennél azt látjuk az, hogy minden olyan szűkés, egy kicsikét, és lágy, és minden, az a flasholásnak volt az eredménye, és azzal úgy éreztem, hogy mindig a asanyombert megduplázhattam, sőt, megnégyszerezhettem, mert mindig volt annyi expozíció, hogy ezt a fajta szürkés hangulatot elérjük, és én még mindig csodálom azt, hogy annak idején, amikor ilyen filmek ilyen lassúak voltak, hogy kimentünk az utcára, és éjszakait forgattam a flash-sel, amit másképpen nem tudtunk csinálni. Uh-huh. Igen, ez azt mondta, hogy egy ilyen, mielőtt forgattak a nyersanyagra, kapott egy ilyen elővilágítást, egy egyenletes fényt, és akkor ezzel egy kicsit megnőtt az érzékenysége ott a sötét tartományban, tehát ahol a bőrbe alján. És a lassú film pedig az, ami nem érzékeny. Nagyon jó. Na most úgy kérdés, következő. Addig akkor én még kérdezek, amivel gondolkodom. De van ottan. Kérdés, mond. Kezdő jelenetben, amikor ez a viharos szeles országúton stoppolnak, átvonul két hatalmas ördög szekér a képen. A szándékos és Kelly-ként szerepel, vagy véletlen? Ez teljesen véletlen volt, mert olyan vihar készült, és úgy fújt a szél, hogy belefújta saját magát ez a görgő, vagy nem tudom, minek hívjátok. Ördögszekér, ja, ez a neve. És az egész nem is volt így eltervezve, sőt, nem volt eltervezve, hogy aznap forgatunk, mert odaérkeztünk a helyszínre, és arról beszélgettünk, hogy fogjuk ezt csinálni, és közben láttuk, jönnek ezek a mérges felhők, és a Jerry Schatzberg azt mondta, húha, szerintem ezt most le kell filmezni ezzel az éggel, ezzel mindennel, de fekete volt az ég, szóval tényleg. És nem is beszélték meg nagyon, hogy mit kell csinálni, csak a rendező mondta, a Jean-nek azt mondta, hogy jön, menjél fel a dombra, és amikor szólok, akkor gyere lefelé onnan. És aztán oda találta magát ez a szöges drótokhoz, improvizálni kellett, hogy keresztül menjen maga, ruhája oda akadt, meg minden. Ez mind úgy improvizálva volt. A végre átkecbeleget, át az úttesthez, ahol az Al Pacino egy fánál fogja őt várni. És ez volt a feladat, és csak annyi ideje volt, ide nem csináltuk próbát, hanem azt mondta, hogy action, magyarul az mi? Tessék. Tessék, szabad, gyere! Na, és ez volt. És ezt nem lehetett volna utánozni, mert csak egyszer fordult elő. Másodszor már nem volt olyan szél, nem volt semmi olyan. Szóval szerencsénk volt. Igen. És akkor azok az autók is csak úgy hétköznapi autók voltak, amik elhaladtak az úton, vagy az már azért... Elő volt két. Lehet, hogy egy vagy két olyan autó volt, de volt olyan is, ami igazi autó volt. Szóval nem tudom, nem emlékszem rá, régen volt. De nem, sok autó nem ment rá, ez az igaz, mert ez kint volt valahol a francba, szóval nem volt azon az úton nagy forgalom. Igen. A belső helyszínek is így menet közben lettek választva? Volt egy stúdiófelvétel esetleg, vagy egyáltalán? Nem, stúdiófelvétel az egyáltalán nem volt, de volt olyan hotelszoba, ahol csináltunk egy jelenetet egy prostitúttal. Aztán
Nem emlékszem, volt ez a coffee shop, ahol beszélgetnek a Pacino meg a Hackman, és azon kívül nem emlékszem nagyon sok hely, belső helyszíne, majdnem minden külsőben játszódik. Hát azért van a börtön, van a... De igen, igen, börtön az van, igen. A záruház, ahol vannak, van egy-kettő. Ja, van egy-kettő, igen, de főleg külsőben van, és a vonatot, az pedig, szerintem azt elloptuk. A vonat belsőt. Kimentük az állomásra, és azt mondta, hogy Zsenyshez, hogy oké, kamera, odaföl, Vilmos, megyünk mindjárt. És vártuk, amíg ez elindult. És akkor még nem volt az, hogy leszették az embereket a vonatokról. Ürültek, ha volt valaki benne, szerintem. Szóval tényleg. És ott forgattuk azt az egészet, ami esik a hó kint, meg minden. Az mind improvizálva volt, szóval. Ez jó volt. Aztán utána leszálltunk Denverbe, ottan minden. Szóval mindent átszalannak a úteste, majdnem már nem csinálnám, mert nem lenne legalább két rendőr ott, nem tudnám filmet csinálni. És ugyanehhez a kérdéshez kapcsolódva, hogy a nagy költségvetés meg a low budget, hogy hát te szinte minden nagy sztárra forgattál. Azt hiszem, hogy aki veled nem forgatott, az is nagyon nevezheti magát színésznek Amerikában. Szinte mindenkivel dolgoztál, hogy milyen a viszonyod ezekhez a tényleg nagy nevekhez, hogy lehet velük dolgozni, és meg nyilván más színészekkel is dolgoztál, akik kevésbé nevesek, szóval hogy mi a viszonyod a színészekkel? Én hivatásból jó viszonyban vagyok velük, mert mindig szépen akarom őket fotografálni, mert azért veszik fel ezeket a nagy sztárokat, mert azoknak szépen nekem, hogy látszanak, ugye? Ha át is a filmnek, de még meg kell, hogy csináljuk, hogy szépek, még nem tudom, öregnek kellene kinézzenek, mi megfiatalítjuk őket, és aztán azt mondják, hogy ez miért ilyen jól néz ki valaki, aki nem keres 500 dollárt egy nap, vagy mit tudom én. Szóval ez egy olyan dolog, hogy az igazság az, hogy minden operatőr próbálja a legjobbat kihozni a színészekből. És ez egy muszáj dolog, és élvezi az ember azt. Rá kell jönni sokszor, hogy kell, hogy világítsuk őket. És lehet, hogy az első nap nem jössz rá, vagy a második nap, aztán egy idő után rájössz arra, hogy milyen jó és milyen rossz. De persze egy igazi filmnél, ahol van mondjuk előkészület, azt ki már megcsinált próbafelvételben, és akkor már tudod, hogy kell forgatni őket. Ez a film például, amit most csinálunk, itt a kartársaimmal, és itt van, már bemutatták a Zoltánt, itt van a Ricsi, itt van velünk, aki a fővilágosítom, és a barátom, és az üzlettársam, és a pszichiáterem, és még nem tudom, mennyit mondjak, de ő nélkül ezt a filmet nem tudnám csinálni. És nagyon örülök, hogy az operatőröm, az Oli, az magyarul beszél, és jól dolgozik. És szóval kellenek nekem jó emberek, és nem hozhattam senkit ugye Amerikából, nem is akartam. Mert hozzák az mások, ugye. De ez nekem nagyon szükség van arra, hogy valaki, mint a Ricsi, akivel nagyon jól dolgoztunk együtt már egy pár filmnél. Legfőképpen azt, amikor megcsináltuk Stalint, nem tudom, ki látta az HBO filmet Stalint, amit mondjuk ilyen alapon csináltuk, mint amint a Madár Ijesztő volt, hogy sokat improvizáltunk, mert nem tudtuk, hogy mi hol. És hát volt egy jó csapata, akkor már volt egy jó csapata, ami egy nagy szó volt, és de ami nem volt nekik, az egy jó szerelmény, szóval jó lámpák, meg ilyenek. Szóval, és hát mi barátok lettünk azután később, és megcsináltak ezt a vállalatot, aminek a neve
Sparks. Ez most egy reklám. És nagyon jó dolgozni egy olyan vállalattal, amelynek ilyen jó emberei vannak. És hát örömmel dolgozok Magyarországon, hogy az ő csapatával kell, hogy csináljam. Amúgy nem tudom, hogy jönnék ide dolgozni. Azt szeretném kérdezni, hogy ha már így a világításra, egy picit visszatérve a szakmai dolgokra, hogy amikor te világítasz, akkor általában ugye vannak olyan operatőrök, akik úgy dolgoznak, hogy van valami a fejükben, és akkor úgy állítják, tehát tulajdonképpen a fejükben létrejött egy világítási konstrukció, és akkor amikor fölteszik a lámpákat, akkor már a fénymérővel úgy állítják be, hogy az annyi legyen, amennyit ő a fejében lát. Van, aki fordítva dolgozik, és úgy csinálja, hogy fölteszi a fényeket, beállít valamilyen arányt, ami tetszik neki szemre, és utána méri meg, hogy akkor mennyit kell exponálni. Tehát, hogy te melyik, vagy te használtál több módszert is, tehát, hogy mit szoktál, hogyan szoktad ezt csinálni? Én általában a legtöbb filmjében olyan rendezőkkel dolgoztam, akik tényleg nem voltak fölkészültek. És úgy kellett napról napra csinálni dolgokat, hogy improvizálni. Ők is improvizáltak, én is. Ez egy jó módszer szerintem, de nem alacsony költségvetésben, ahol jó lenne az ember, azért tudná az, hogy mi hol van. És, szóval ez egy nehéz a kérdésre válaszolni. De csináltam sok filmet, olyat, amiben megvoltak, mondjuk a sketchek megvoltak, meg minden. Mondjuk a Brian De Palmával a Black Dahliát, amit csináltuk, az minden úgy megvolt előre határozva, hogy mi, hogy. De nagyon sok esetben ilyen filmeknél például díszlet nem készül el idejében, úgyhogy nem tudsz be sem menni, és nem is tudod azt, hogy mit fogsz csinálni. És de én belejöttem abba, hogy nem is olyan rossz dolog az improvizálás, mert nem vagy megkötve egy megkötött fajta dologba, amit sokszor nem lehet megcsinálni, mert nem alkalmas az idő, nem alkalmasak a dolgok. Szóval rájöttem arra, hogy az nem baj, hogy az ember improvizál. És lehet, hogy nem csinálsz olyan szép képeket, mint a Freddy Young, vagy a Jeffrey Unsworth csinált, de valahogy frissebb a dolog, hogy az ötlet akkor jött elő, és ahhoz a jelenethez, amit a színészek lepróbáltak, az valahogy jobban lehetne frissebb. Szóval nem mind a két módszer jó, de én azt szeretem, amikor az ember úgy frissen csinálja a dolgokat. Volt olyan helyzet az életedben, amikor úgy olyan szituációba kerültél, hogy úgy érezted, hogy hát ez most fogalmam sincs, hogy ezt hogy kellene megoldani, amikor az ember olyan bajba kerül, és hogy ilyenkor mi a megoldás, ezt hogy szoktad kezelni, amikor úgy érzed, hogy na most időt kérek, mert velem tudom, hogy mit csinálja. Van, ezt ilyenkor megbeszélem a Ricsivel, mit gondol ő. Nem, tényleg, szóval az embernek, ha vannak jó munkatársai, azokkal együtt lehet dolgozni, és együtt is kell dolgozni. Ott van a baj, amikor nekem egy eltökélt szándékom valami, akkor veszekedünk néha. Mert lehet, hogy az ő ötlete jobb. És akkor el kell gondolkozzak rajta, hogy tényleg, hogy most meg kell csináljuk. De én egy olyan operatőr vagyok, akik sokan például nem hiszem, hogy szeretnek dolgozni velem, mert én nekem megmondnak a magam módjai, hogy jöjjek ilyen kátyúból. És rengeteg ilyen dolgot kell az embernek kitalálni percek alatt, hogy mit csináljon. Igen, van például egy ilyen legenda ennek a Helium Dome-nek a használata, amit a te nevedhez köz meg, és akkor mindig úgy hívják, hogy
ezt te találtad ki. Ez amikor, tényleg? Igen, amikor nem lehetett egy szögese beverni egy templomba forgatott. Nem, ez egy, hogy mondjam, egy jogász, egy ilyen terem, ahol... Ilyen bíróság? Bíróság, igen. Ez New Yorkban van ez a nagy, hatalmas, nem plafon, nem tudom, 20 méterre van, még ilyenek. Szóval tényleg nem lehetett használni semmit, és az ötlet támadt rám, hogy voltak ezek a balonok, amit a meteorológusok használnak, hogy miért nem lehet fölengedni őket, és az HMI lámpákkal úgy megvilágítani őket, és abból jönne ilyen szólt fény le. De ez volt a kezdete tulajdonképpen azoknak a hélium balonokra, amik utána kitalálták. Hát ez egy hülyeség, amit én csináltam. Sokkal jobb, ha beletesszük a lámpát a hélium balonba. És úgy jött az egész, szóval én csak azt találtam ki, hogy kell fényt csinálni. Még azt szeretném kérdezni, hogy ugye egy időben elég nagy ilyen parti élet volt körülötte, tehát ugye emlékszem rá, hogy amikor volt az Oscar-díjosztás, akkor mindig a nagy összejövetelek voltak a te házadban, és akkor ott ünnepeltétek végig az Oscar-díjosztás, stb. Szóval ez hogy ment, egy picit erről mesélsz, hogy szokott ez zajlani annak idején? Már a partizás. A menete minek a Oscarnak? Igen, hogy hogy csináljátok. Tehát, hogy tényleg valóban hányan látják a filmeket, és hogy szavaztok rá. Értem. Szóval procedúrát adsz. Hát ugye az akadémiának van egy csomó részlege, szóval például az operatőröknek megvan a maga a helye, és a rendezőknek, a producereknek, minden szaknak megvan a maga. És azon belül mi megválasszuk a titkosan az öt jelöltet a nomination-re. És körülbelül hány ember szavaz ilyenkor? Hát mondjuk az akadémiának az operatőr részleg kb. 300 ember. És majdnem a többiek, de a legnagyobb az a színészeknek a részlege, sajnos, mert a végén ők is szavaznak erősen, és hát azok nem tudják, hogy ki a jó operatőr, vagy ki a rendező, de szavaznak. És rendszerint ők is szavaznak mindenkire. Ez a probléma. Az elején mindig elfogadom az öt nominationben, azt mi választottuk. Ha valaki nem olyan jött be, akit én nem szerettem, mások szerették. Szóval ez így olyan demokratikusan van megcsinálva, hogy a többség szavazat alapján megkapják a nominációt. És akkor már azok a nominationok minden szaknál bemennek az utolsó választásnál, amikor mindenre szavazol. Hát nekem is kell szavaznom minden más irányban. Legjobb ruha, legjobb ez, legjobb az, legjobb hang. És én szerintem nem tudom, nem értek annyit hozzá a hanghoz, én arra nem szavazok, üresen hagyom. A hülyék még arra is szavaznak. Nem is tudják, hogy mire szavaznak. Jó, de ebben van, szavaz rá, vagy nem tudom miért mi szóval. Így aztán megvan a sok szó, hogy olyanok kapják az Oscart, akik nem érdemelték meg, és ez mind a színészeknek a hibája. Azok vannak, vagy azt hiszem 3000, vagy nem tudom mennyi van, akik arra szavaznak. Szóval ez van. Kérdés nálatok. Azt kérdezi, mikor fejezzük be. Jó, akkor nagyon szépen szeretnék megköszönni neked, hogy eljöttél közénk. Nagyon, nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, és még ilyen szép nagy társaság, régen volt már ilyen szeminárium, mint ez van, szóval köszönöm, hogy eljöttek, és hát sok
jó jövőt kívánok mindenkinek. Erre iszom viszedet. Na most, hogyha ez a felvétel véget ért, akkor még van egy nagyon kellemes kötelességem, amit most meg kell tennem. Méghozzá pont azért, mert Ricsi, most figyelj ide, mert most neked mondom, hogy mi nagyon sokat köszönhetünk a Sparksnak és a Ricsinek, aki sokat segít nekünk. Úgyhogy ebből az alkalomból szeretnék neked átadni egy oklevelet, amit a BKF tanári kara számodra készített. Az a szöveg, hogy mester oklevél, mely tanúsítja, hogy Ron Walter Bélának a fénymestere címet adományozzuk, és summa cum laude, tiszteletbeli főiskolai tanárra nevezzük ki. E mesterlevél egyúttal tiszteletbeli doktori címmel is felruházza a tulajdonosát, Dr. Ricsi tanárra. És akkor aláírások. Köszönöm szépen. Köszönöm.